Lefoglalt húsok, mintegy 13 tonna jelöletlen és lejárt húskészítményt zároltak a Nébik szakemberei két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozásnál. Bővült a kínálat, a gépészeti, a mezőgazdasági és az egészségügyi szakmacsoportban indul a legtöbb támogatott képzés. Műtéti segítség, csak idén már 12 sikeres veseátültetést végeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a szám országos átlagban is kiemelkedő. Mintegy 13 tonna jelöletlen és lejárt húskészítményt zároltak a Nébik szakemberei két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozásnál. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A nyíregyházi és nyírpazonyi telepek önállóan működnek, de egy érdekeltségi körbe tartoznak. A vezetők több milliós bírságra számíthatnak, és a jogsértő listára is felkerültek a KFT-k. Nem nyomon követhető penészes lejárt termékek két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás telephelyén. A nyíregyházi és nyírpazonyi feldolgozóban összesen mintegy 13 tonna húskészítményt foglaltak le a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal munkatársai. A két önálló, de egy érdekeltségi körbe tartozó cégnél nem volt lehetőség higiénikus kézmosásra, több technológiai feltétel is kifogásolható volt, de koszos volt maga az épület és a hűtőkamra is rendezetlen volt. Ezeket azonnali hatállyal lefoglalták és bezárták a két telepet. A vállalkozások saját húsboltjaikon kívül idősek otthonába, éttermekbe, kis üzletekbe és óvodákba is szállított húskészítményeket. Pontos számot még nem tudnak a Nébik szakemberei, hogy hová jutott a rossz minőségű termékekből, a számlák alapján jelenleg is folyamatban van az anyaggyűjtés. A cég vezetői milliós bírságra számíthatnak, és a Nébik jogsértő listájára is felkerültek a vállalkozások. Azonnali hatállyal elrendeltük, hogy az innen származó termékeket köteles a vállalkozás visszahívni. A várható bírság összege az pedig több millió forint nagyságrendű lesz. A jogszabály úgy írja elő az élelmiszerlánc törvény, hogy 3 évig maradnak fönn ezek a vállalkozások. Természetesen a felfüggesztett húskészítmény előállító üzem a tevékenységét, amennyiben minden problémát kijavít és egy ismételt kedvező eredményű helyszíni szemlét tartanak a kollégáim, akkor tovább folytathatja. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján jelenleg 244 jogsértő vállalkozás szerepel, a listát bárki megtekintheti. Ebben az adatbázisban már szerepel a két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KFT is. A lefoglalásban érintett vállalkozások weboldalai délelőtt még elérhetőek voltak, délutánra azonban már felfüggesztették működésüket. A gépészeti, a mezőgazdasági és az egészségügyi szakmacsoportban indul a legtöbb támogatott képzés. Ugyanis a szakképzésben továbbra is azokban az ágazatokban szeretnének több szakembert képezni, ahol munkaerőhiányt jeleznek a foglalkoztatók. A középfokú oktatás átalakításával pedig szeretnék a szakgimnáziumokat megerősíteni, ahol az 5 éves képzés végén szakképzettséggel kerülnek ki az iskolákból a végzősök. A holnapi vizsgára készülnek az informatikusok. Itt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban érettségi utáni képzésekre is sokan jelentkeznek. Szakmát szeretnének tanulni. Én vagy számítógépszerelő, karbantartó szerettem volna lenni, de így inkább ezt választhatom, mert a fizetés és munkalehetőség alapján is ez így jött, hogy inkább akkor informatika rendszergazdász leszek. Olyan szakmák iránt érdeklődnek a fiatalok, amivel el is tudnak helyezkedni. Felkértek engedet egy középiskolába is dolgozni, úgyhogy most befejezem a szakot, és akkor rögtön a fel is vesznek. A szakmát tanulók sikeres elhelyezkedését a munkaerőpiaci kínálat befolyásolja, ezért a képzés és a foglalkoztatási igények összehangolása továbbra is a szakképzés elsődleges célja marad. A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslatot tesz a szakmaszerkezetre, tehát javasolja a beiskolázási irányokat és a képzési arányokat. A javaslatokból kiderül, illetve később már ugye a szakmaszerkezeti döntésekből, hogy kirajzolódnak azok a szakma csoportok, szakképesítések, amelyekben folyamatosan évek óta hiány jelentkezik. Ide sorolhatjuk a gépészeti szakmacsoportot, a mezőgazdasági, az egészségügyi szakmacsoportot, bizonyos szakképesítések esetében pedig az építészeti és a közlekedés szakmacsoportot is. Feszültség alá helyezést kérünk, ugye? Feszültség alá helyezést kérünk. Csatlakozhatjuk. Fog működni, vagy nem?
A képzőhelyek a hiány szakmákban bármennyi tanulót felvehetnek, a többi szakterületen viszont kormányrendelet határozza meg, hogy a különböző fenntartású képzőhelyek hány főt iskolázhatnak be. Elsődlegesen a szakképzési centrumok élhetnek a keretszámok adta lehetőséggel. A szakgimnáziumokban pedig az eddigi ágazati képzések megmaradhatnak a következő tanévben is, sőt van, ahol bővülhet a profil. Igazából örömmel mondhatom azt, hogy minden képzésünk megmaradt, ami tavaly évben is indult, minden ágazati formában, sőt azt mondhatom, hogy bővültünk is egyel. Egyik iskolánk úgy döntött, hogy az informatikai képzését igazából háttérben hagyja, felmondja a gyermekeket, igazából kiviszi még a kifutó jelleggel, de már nem indítja, helyette szociális ágazatban indul új képzési formával, ami azt mondom, hogy dicséretes törekvés az iskola részéről. Minden iskolában a korábbi képzési profil marad, a párhuzamos képzéseket viszont megszüntették. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz 10 tagintézmény tartozik, amelyekben több mint 7000 diák tanul. Legalább plusz 100 milliárd forint jut majd a rendvédelmi és az egészségügyi szférára 2017-ben, mondta a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Simon Miklós, országgyűlési képviselő. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a politikus azt mondta, az adócsökkentésre és az otthonteremtésre fektetik a legnagyobb hangsúlyt. A tájékoztatón Tilki Attila kiemelte, továbbra is az az egyik legfontosabb céljuk, hogy a fiatalok otthonhoz való jutását és gyermekvállalásukat támogassák. Közel 100 milliárd forinttal költünk többet a családokra, és ezzel az OECD átlagban a előkelő negyedik helyet foglaljuk el. A GDP arányában 5%-ot költünk, míg 2011-ben mindössze még 4% volt, amit a családokra tudtunk költeni. Ez azért fontos, hiszen reagálnia kell a költségvetésnek a társadalompolitikai kihívásokra, és a legfontosabb kihívás minden magyar ember számára a demográfiai csökkenés. 6 pontos kiáltványt fogalmazott meg a Magyar Polgármesterek Közössége, hangzott el a szervezet tiszamasvári találkozóján. A szakmai tanácskozáson a szervezet elnöke a kiáltvánnyal kapcsolatban kiemelte, arra kérik a kormányt, hogy az önkormányzatok kapjanak lehetőséget a fenntartói szerep vállalására, többek között a köznevelési, oktatási intézmények nehézségei miatt. Emellett a termőföld védelmére is nagyobb hangsúlyt fektetnének. Amennyiben a jó állam szerepét igyekszik a kormányzat megteremteni, akkor próbálj megteremteni azt is, hogy egyébként a föld árveréseken, föld áruba bocsátáskor az önkormányzatok is részt vehessenek, és az önkormányzatok a közigazgatási területükön belül esetlegesen termőföldhöz juthassanak, annak érdekében, hogy saját konyhát tudjanak üzemeltetni, az ott a termőföldön megtermelt termékekkel ellátni a saját konyhát, biztosítva az egészséges étkezést gyermekek, idősek számára. Csak idén már 12 sikeres veseátültetést végeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez a szám országos átlagban is kiemelkedő. A vese károsodása évről évre egyre több embert érint, jelenleg több mint 800 ezer beteg van Magyarországon. 70 év felett minden 10. embernél jelentkeznek vese problémák. Betegek a művese állomáson hetente többször is dializálják az ideérkezőket. A megyében 3 hasonló állomás működik. A vesebetegek száma évről évre nő, havi rendszerességgel több tízezren járnak gondozásra országszerte. Nyíregyháza a legnagyobb létszámú, körülbelül 180 beteget dializálnak, hetente 3-4 órában, illetve ezen kívül vannak olyanok, akik otthoni dializisen dializálják magukat, ők körülbelül 40-en vannak itt a Nyíregyházán. Ezen kívül Kisvárdán és Mátészalkán van művesállomás, itt két műszakban, naponta két műszakban dializálják a betegeket, körülbelül olyan 70-es létszámmal működnek. A vesebetegség ma már népbetegségnek számít, a világ lakosságának közel 14%-át, Magyarországon több mint 800 ezer embert érint. Magas vérnyomás, cukorbetegség és elhízás, ezek a betegségek okozhatják leginkább a vese problémákat. Időskorban a legjellemzőbb, 70 év felett minden 10. embert érint. A Magyarországi Művese Programban kezelt betegek 50%-a 65 év feletti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyre több sikeres veseátültetést végeznek. Örömmel tudjuk mondani, hogy a 2016-os év igen sikeres volt Szabolcs megyében. Ebben az évben már több mint 12 beteg kapott új vesét a megyéből.
Ez országosan is kiemelkedő szám, és én úgy gondolom, hogy a betegeknek ez mindenképpen egy olyan biztató jövőképet jelent, ami sokat segíti a krónikus betegeknek az ellátását is. Jelenleg 150 ezeren élnek magas vérnyomással és 50 ezeren cukorbetegséggel Szabolcs-Szatmár Berjek megyében. Ők a legnagyobb rizikófaktorú betegek, hangzott el a Vese Betegek Megyei Egyesületének közgyűlésén. Az egyik legfontosabb feladatának a figyelemfelhívást tekinti a testület. Halálos közlekedési baleset történt szombat éjjel Nyíregyházán a Szarvas utcán. Éjfél előtt néhány perccel egy személygépkocsi haladt a belváros felől az Arany János utca irányába, amikor elgázolt egy úttesten átkelő gyalogost. A baleset következtében egy 39 éves nyíregyházi nő a helyszínen életét vesztette. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Négyes határmenti találkozót tartottak Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Az Egri Esterházy KFSC elleni győzelemmel megszerezte a bajnoki címet és feljutott az NB1-be a Kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese az NB1-B keleti csoportjának zárófordulójában 30-25-re verte ellenfelét, így 15 év szünet után ősztől ismét az élvonalban szerepelhet a város csapata. 23 érmet, köztük 6 aranyat szereztek a megyebeli versenyzők a 3. Nyírsport Kupa nemzetközi birkózó versenyen. A Nyíregyházi Zrínyi Gimnázium sportcsarnokában 28 csapat 240 birkózója lépett szőnyegre. Négyes határmenti találkozót tartottak Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a Magyar Világ Találkozó elnevezésű program keretében. Többek között Aranyosapátiban, Csengerben is tartottak programokat, istentiszteletet, kerekasztal beszélgetéseket. Nagygécen bemutatták a felújított Megmaradás templomát is, ahol ünnepi megemlékezést tartottak. Nagygéc jelképe a Megmaradás temploma. Ott is emlékezők, ünneplők gyűltek össze a Magyar Világ Találkozó elnevezésű program keretében, hogy a magyarság kultúráját, hit életét és történelmét éltessék. A határ közelsége, a helyszín múltja a magyarság határtalan összefogását erősíti az ideérkezőkben, véli a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány megbízott. Amikor ma itt vagyunk ezen a szépen felújított templomban, és ezen a emlékhelyen, akkor eszünkbe kell, hogy jusson a magyarság küzdelme, sorsa, hányattatása, akár emberi erő akarta Kárpát-medencéből eltávolítani, akár a természet hatott oda, hogy rombolta az emberi környezetet, de valahogy mindig a megmaradás, az élni akarás benne volt az itt lévőkben, és ezt jelképezi ez a felújított templom, ezt jelképezi ez az emlékhely, és ez egyfajta üzenet az utánunk következőknek, hogy érdemes élni, küzdeni. A megemlékezés után bemutatták a felújított Megmaradás templomát is. Kovács Sándor országgyűlési képviselő azt mondta, az emlékhelyet turisták is felkeresik. Sikerült közel 1,5 milliárd forintot elnyerni ennek az épület együttesnek, komplexumnak a megvalósítására. Megmaradás templom azért is, hiszen a templom egyes részei Árpád korabeliek, megmaradás jelképe, hiszen 1920-ban Nagy Gészmar át volt rajzolva a mai Romániához, és vissza rajzolták anyaországnak, megmaradt anyaországinak. Megmaradt 1970-ben a nagy árvízkor, amikor szinte minden elvicsegett, az egy épület állt itt Nagygécen, és ebből adódik, hogy mi lehetne a megmaradás jelképe, ha nem ez. A Magyar Világ Találkozó elnevezésű program keretében többek között Aranyosapátiban, Csengerben is tartottak programokat, istentiszteletet, kerekasztal beszélgetéseket. Az Ortodox Egyház tavaszi Szent Miklós ünnepe alkalmából tartott főpapi liturgiát Tokajban Tihon püspök, az Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja. A püspök elmondta, főpásztori szolgálatának elsődleges feladata, hogy meglátogassa a Magyar Ortodox Egyházmegye minél több közösségét, templomait, és húsvét alkalmából elvigye a hívekhez a feltámadott Krisztus örömhírét.
A püspök az istentisztelet után Posta Györggyel, Tokaj polgármesterével a Szent Miklós templom restaurálásáról és a Tokaji Ortodox Egyházközség fejlődési lehetőségeiről is tárgyalt. Az egyházi méltóságok, valamint az Oroszországi Föderáció nagykövetségének képviselőivel együtt pedig megkoszorúzták az orosz-magyar barátság emléktábláját a Tokaji Múzeumban. Az Egri Eszterházi KFSC elleni győzelemmel megszerezte a bajnoki címet, és feljutott az NB1-be a kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese az NB1-B keleti csoportjának záró fordulójában 30-25-re verte ellenfelét, így 15 év szünet után ősztől ismét az élvonalban szerepelhet a város csapata. A mérkőzés előtt egyszerű volt a képlet, a győztes megszerzi a bajnoki címet és feljut az NB1-be, döntetlen esetén viszont a Kispest lesz a nevető harmadik. Az első percekben felváltva estek a gólok, egyik csapat sem tudott ellépni a másiktól. 9-8 után a hazaiak elkapták a fonalat, 17-11-nél úgy tűnt, hogy eldőlt a meccs, végül 17-13-as állásnál vonultak pihenőre a felek. A második játékrész elején az Eger átvette a vezetést, de a Kisvárda nem adta fel, emberhátrányban is gólokat szerzett, és 25-20 után már nem volt kérdéses, hogy kinyeri a találkozót, amely 30-25-ös végeredménnyel zárult. Ez azt jelenti, hogy az újoncként a biztos bennmaradás megcélzó KKC megszerezte a bajnoki címet, és Rácz Sándor együttese feljutott az élvonalba. Ebbe a keretbe van 8 térsérülés utáni játékos, és hát nagyon-nagyon porciózva kellett a fizikai terhelést, és hát az, hogy 6 nációból álltak össze itt pedagógiailag is, ez egy borzalmas nehéz kihívás volt. Tehát én már sok szezont megcsináltam, nagyon nehéz szezonon vagyunk túl. Utólag igen-igen feszített volt, aztán azon vettük észre tényleg a tavasz folyamán, hogy ott vagyunk a dobogó környékén, és nem titok, utána lettek álmok, vágyak, egy kis presszió a háttérbe is. Hát... örülök, hogy vége van, és így van vége ennek a bajnokságnak. A bajnokság során 117 gól szerző Lévai Zsófia szerint a mérkőzés előtt volt nyomás a játékosokon, de a pályán már csak a játékra koncentráltak, aminek meg is lett az eredménye. Bevallom őszintén, például én nagyon izgultam az elején, és ez meg is látszott, de utána ez elmúlt. Tehát a meccs HV-vel szerintem mindenkiből kiment ez a nagy izgalom, és átvette a helyét a küzdelem és a hajtás. Az NB1-B keleti csoportjának élén a kisvárdai KC végzett 43 ponttal, megelőzve a szintén 43 pontos Kispestet és a 42 pontos Eszterházi KFSC-t. A nyugati csoportban a Szekszár szerezte meg a bajnoki címet. 23 érmet, köztük 6 aranyat szereztek a megyebeli versenyzők a 3. Nyírsport Kupa nemzetközi birkózó versenyen. A Nyíregyházi Zrínyi Gimnázium sportcsarnokában 28 csapat, 240 birkózója lépett szőnyegre. 7 évvel ezelőtt alakult a Nyírsport ESE, amely 3. alkalommal rendezte meg nemzetközi kötött és szabadfogású birkózó versenyét. A 28 csapat között a rendező egyesület mellett a balkániak és a bökönyiek képviselték Szabolcs-Szatmár Bereg megyét. A viadalra Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából is érkeztek résztvevők. A Nyíregyházi Zrínyi Gimnázium csarnokában lerakott 3 szőnyegen 240 fiatal mért összetudását. A verseny szervezője szerint nincsenek utánpótlás gondjai az egyik magyar sikersportágnak. Egyre népszerű köszönhető annak is, hogy emellett, hogy ilyen versenyeket rendezünk, ami kimondottan a birkózás szabályának megfelelően zajlik, emellett mi strandbirkózást és gumbirkózást is szoktunk rendezni, ami megint csak sok ember között teszi népszerűbbé ezt a küzdősportot. A Nyírsport ESE legeredményesebb versenyzője Nagy Levente, aki a plusz 69 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett a diákolimpián. A szüleim örülni, hogy kéne sportolnunk, hogy ilyen testalkatú vagyok, és az egyik ismerősünk ajánlotta a birkózást. Mit szeretsz ebben a sportágban? Hát, így konkrétumot nem tudok mondani, de nagyon szeretem. A beregszásziak már harmadszor vettek részt a versenyen, és mint edzőjük elmondta, nem csak a birkózás miatt jönnek szívesen Magyarországra. 14 gyerekkel veszünk részt a versenyen. Nem csak a birkózás köt minket össze, hanem nagyon jó barátok is vagyunk. Vannak olyan versenyzőink, akik magyar családból érkeztek, és nagyon örülünk, hogy el tudtak jönni Nyíregyházára, és megismerhetik az ország kultúráját. A versenyen végül 23 érmet szereztek a megyebeli birkózók. A csapatversenyben a temesvári és szatmárnémeti vegyes csapat végzett az élen, megelőzve a kassaiakat és a beregszásziakat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Mintegy 13 tonna jelöletlen és lejárt húskészítményt zároltak a Nébi szakemberei két Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vállalkozásnál. A nyíregyházi és nyírpozonyi telepek önállóan működnek, de egy érdekeltségi körbe tartoznak. A vezetők több milliós bírságra számíthatnak, és a jogsértő listára is felkerültek a KFT-k. A gépészeti, a mezőgazdasági és az egészségügyi szakmacsoportban indul a legtöbb támogatott képzés. Ugyanis a szakképzésben továbbra is azokban az ágazatokban szeretnének több szakembert képezni, ahol munkaerőhiányt jeleznek a foglalkoztatók. A középfokú oktatás átalakításával pedig szeretnék a szakgimnáziumokat erősíteni, ahol az 5 éves képzés végén szakképzettséggel kerülnek ki az iskolából a végzősök. Csak idén már 12 sikeres veseátültetést végeztek Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, ez a szám országos átlagban is kiemelkedő. A vese károsodása évről évre egyre több embert érint, jelenleg több mint 800 ezer beteg van Magyarországon. 70 év felett minden 10. embernél jelentkeznek a vese problémák. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 17-én kedden. Friss hírekkel szerda este várjuk majd Önöket, műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Front egyelőre nem várható, a magasban kissé melegebb, szárazabb levegő érkezik fölénk. Erősödik a nappali felmelegedés, de a hőmérséklet még a sok évi átlag alatt marad. Éjjel közepesen is erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, zápor előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható, zápor továbbra is előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét további részében többé-kevésbé napos időre van kilátás. Az erősebben fejlődő gomoly felhőkből főként pénteken fordulhat elő elszórtan zápor, néhol zivatar. A hétvégén számottevő csapadék nem várható. Az éjszakák enyhébbek, mindenütt fagymentesek lesznek. Erősödik a nappali felmelegedés, délutánra egyre több felé emelkedik 20 fok fölé a hőmérséklet, de a hétvégén helyenként a 25 fokot is meghaladja.